Szombathely lakosságának harmada 60 év feletti, és ez a szám ez csak erősödik, vagy ez az arány erősödik évről évre. Ennek keretében indított a városunk az aktív időskor programot. Az idei esztendőben erre már éves szinten 12 millió forintot fordítunk. És most erről Kocka Tibor alpolgármester tájékoztatta az ülése résztvevőit. Kiemelte, fontosnak tartják, hogy az időskorúak minél nagyobb számban kapcsolódjanak be a programokba. Az alpolgármester adta át Dancs Istvánnak a tiszteletbeli elnöki címadományozásáról szóló oklevelet. A szövetség közelmúltban elhunyt elnöke Németh István helyett az őszi választásig ő irányítja majd a nyugdíjas szervezetet. A régi új elnök beszámolt az elmúlt időszak történéseiről, így a megyei nyugdíjas ki mit tud ról, valamint a regionális dalos találkozóról. Úgy gondolom, hogy gazdag program van mögöttünk, és ezt szeretnénk tudatosítani a tagsággal. A mostani kibővített elnökségi ülésen minden klub vezetője, egyesület vezetője itt van, tehát az egyesületek képviseltetik magukat, és ez arra is jó, hogy az információ oda-vissza alapon működjön. A tiszteletbeli elnök bejelentette, hogy az elmúlt időszakban két újabb nyugdíjas klub csatlakozott a szövetséghez. Szeretnék, ha ez a folyamat tovább folytatódna, ezért megkeresik azokat a csoportokat, amelyek még nem tagjai a megyei szervezetnek, és felajánlják nekik az együttműködés lehetőségét.